Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma. Április 16-a péntek van. Horvát, szerb és magyar államfői találkozónak adott otthont Pécs. A politikusok közös közlekedési és környezetvédelmi programokról is egyeztettek. Nem lesz kutatóegyetem a pécsi, városunk kampusza kiváló egyetem miniszteri elismerést kapott. És gyermek szemtanúja is volt a tegnapi robbantásos öngyilkosságnak, az elkövető egy bányákban használt patronnal vetett véget életének. Gazdasági, energetikai és infrastruktúrális feladatokról is szó esett Pécsett a szerb, a horvát és a magyar államfő pénteki találkozóján. Sólyom László a megbeszélést követően kiemelte, Magyarország számára fontos, hogy a délszláv államok EU integrációja minél előbb megvalósuljon. A találkozón emellett közös közlekedési és ökológiai programokról is tárgyaltak az államfők. Példaszerű régiós együttműködés van kibontakozóban Horvátország, Szerbia és hazánk között, emelte ki Magyarország köztársasági elnöke Pécsett. Sólyom László szerint a háromoldalú államfői találkozó optimizmusra adhat okot, ami az Európai Unió számára is sokat ígér. A megbeszélés egyik kiemelt témája az integráció kérdése volt. Örömmel jelentem, hogy a jövő évi uniós elnökségünk lesz az az időpont, amikor egyrészt be fog fejeződni a horvát csatlakozás, alá fogják írni a csatlakozási szerződést, és Magyarország mindent el fog követni, hogy a ratifikációs folyamat a lehető leggyorsabban végbe menjen. Ugyancsak reméljük, hogy a mi elnökségünk alatt Szerbia el fogja nyerni a tagjelölti státuszt. A kisebbségek helyzete is szóba került a találkozón. A magyar államfő kiemelte, útban vannak afelé, hogy egy régiós, egységes normarendszert alakítsanak ki. Ez biztosítja majd a kisebbségek jogait, úgy a vajdasági magyarokét, mint a magyarországi horvátokét és szerbekét. Sólyom László elmondta, végső céljuk az, hogy külön egy nemzetiségi ügyekkel foglalkozó biztost állítson fel az EU. Államközi kapcsolatainkat illetően nagyon fontos kérdés az EU csatlakozás. Szerbia azt szeretné, a Horvátország mielőbb Európai Uniós tagország lenne. Számunkra ez azt jelenteni, hogy Szerbia is közelebb kerül a csatlakozáshoz. A szerb köztársaság elnöke is az uniós integrációs folyamat jelentőségét hangsúlyozta. Boris Tadic szerint a közösségben európai égisz alatt, de identitásukat megőrizve élhetnének együtt a nemzetek. Sajnos Horvátországban nagy problémáink vannak, és ez az ökológiára is hatással van. Ez pedig az aknák kérdése. Olyan ország vagyunk, ahol a háború alatt több aknát telepítettek, mint ahány fa van. Ez amellett, hogy ökológiai, gazdasági kérdés is. Ivo Josipović, horvát államfő viszont reményét fejezte ki, hogy a magyar és a szerb állam nemzetközi kapcsolatai révén segít Horvátországnak pénzhez jutni. Ezt hazánk déli szomszédja aknamentesítésre fordítaná. A megbeszélésen kiemelten kezelték a három ország közlekedési kapcsolatainak fejlesztését és ökológiai együttműködések létrehozását. A mögöttem lévő tömegen is látható, hogy milyen sajtó érdeklődés kísérte a szerb, a horvát és a magyar államfő találkozóját itt Pécsett. A program hivatalos része most véget ért, az államfők a pécsi városházára mennek, ahol Páva Zsolt polgármesterrel találkoznak. A Pécs TV-t Bodor Gergő tudósította. A sajtó előtt ugyan nem beszéltek erről az államfők, ám úgy tudjuk, a megbeszélésen szóba került egy észak-déli eurorégiós együttműködés terve is. A tárgyalások után az államfőket Páva Zsolt fogadta a városházán. Itt Pécs könyvébe üzenetet is írtak. Szakértők szerint a mostani egyeztetés egy komoly együttműködés kezdete. Alap a szomszédság politika, emelte ki Nógrádi György. Magyarország számára nemzetérdek, tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő, hogy valamennyi szomszédunk bekerüljön az Európai Unió és vagy a NATO tagjai közé. Ez a magyar biztonságot is növeli. Mindhárom állam alapérdeke ugyanis a környezetvédelem kérdése, a gazdasági együttműködés és a politikai konzultáció. Tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió is megváltozott. Szinte minden kérdésben német-francia-brit kooperáció van, és ha mi térségünk államai nem tudnak egymással kooperálni, mielőtt kilépnek egy európai bolondra, akkor minimális az esélyük arra, hogy a valós érdekeiket jól és sikeresen képviselni tudják. Molnár Tamás szerkesztő is kiemelte az EU és a NATO tagság fontosságát.
Horvátország várhatóan jövőre lehet tagja az uniónak, mikor Magyarország tölti be az uniós soros elnöki tisztségét. Ugyanakkor pedig Szerbia is erősen vágyik ebbe az unióba. Brüsszellel nekik még rengeteg megbeszélni valójuk van, de ők is valószínűleg el fogják nyerni előbb-utóbb a tagjelölt státuszt a következő 2 éven belül. Az új kormány alapfeladatának tekinti, emelte ki a szakértő, hogy megteremtse Európán belül az Észak-Dél-tengelyt. Ez konkrétan egy lengyel, cseh, szlovák, osztrák, magyar, szerb és horvát együttműködést jelent az eddigi kelet-nyugati irányú gondolkodással szemben. Nem lett kutatóegyetem a Pécsi. A Pécsi Tudományegyetem nincs a között az 5 intézmény között, amely 3 éven át viselheti ezt a címet. A Pécsi Campus ehelyett a frissen létrehozott kiváló egyetem miniszteri dicséretben részesült. A hivatalos álláspont szerint az elismerések egyike sem jár plusz pénzzel. A most elnyert cím a kiváló egyetem miniszteri elismerés és a kutatóegyetem elitegyetem cím 3 évre szól. Az országgyűlés tavaly fogadta el a felsőoktatási törvény módosítását, amely lehetővé tette, hogy tudományos munkájuk és vállalásaik alapján néhány intézmény kutatóegyetemmé válhasson. Olyan intézmények, ahol régóta magas színvonalon folyik az oktatás, a kutatás, a fejlesztés, a tehetséggondozás, mert ezek mind együtt kellenek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen és a Európa élvonala felé haladhasson. 12 intézmény pályázott a címre, elit egyetemekké végül 5-en váltak. Másik 5 intézmény kiváló egyetemi elismerést kapott. Ők előnyösebb helyzetből indulhatnak anyagi támogatásért. Ilyen például a Pécsi Tudományegyetem, amely a rektor szerint 6. futott be a rangsorban. A magam részéről egyrészt szomorú vagyok, hiszen szerettünk volna az Elite Clubhoz csatlakozni. Másik oldalról el kell ismerni, hogy a kiadott pályázat paraméterei alapján ez a reális helyezése a Pécsi Tudományegyetemnek ebben a versenyben. Kutatóegyetemmé vált viszont a Szegedi Egyetem, így 3 milliárd forintot oszthat szét a karok között. Plusz támogatást egyébként az uniós forrás mellé végül egyik intézmény sem kapott. Az általános orvos tudományi kar szimbiózisban a gyógyszerész tudományi kar és a fogorvos tudományi kar az egyik eleme a 3 milliárdos, illetve a 3,5 milliárdos pályázatunknak. A másik eleme a természettudományi kar, a mérnök kar, a agrárkar, és a harmadik elem pedig a bölcsészet és társadalomtudományok. A szintén díjazott Semmelweis Egyetem szakmailag évtizedek óta az európai élvonalban van, rengeteg angol és német nyelvű hallgatóval. Az idegtudományi kutatások, a érés-szívrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos alapkutatások, és a újabb eszköztárt igénybe vevő molekuláris biológiai kutatások azok, amelyek élvonalbeliek, és amelyek a világ más területén is számottevő eredményként mutathatók föl. A SOTE rektora szerint minden intézménynek jól jön az elismerés, és persze a támogatás. Európában ugyanis jellemzően azok az egyetemek szerepelnek a ranglistákon, amelyeknek a legtöbb támogatás jut. Míg Magyarországon évente 3000 euró, addig az élvonal egyetemeinek 15-20 ezer euró jár minden hallgató után. Eldőlt, jövő hét szombattól látható a Munkácsi trilógia Pécsett. Hétfőn szállítják a képeket Európa kulturális fővárosába. A kiállítóterem most már minden feltételnek megfelel, ideális körülmények közé kerül a 3 óriás kép, mondta Lakner Lajos, a Déri Múzeum igazgatója. A trilógia fél évig lesz látható a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma dísztermében. Itt a Pécsi Nagy Lajos gimnázium dísztermében állítják ki a Munkácsi képeket. A vagyonvédelmi és a műtárgyvédelmi előírásoknak is megfelel a kiállítótér. UV-mentes világítást szereltek fel, és a klímaberendezések is üzemelnek. A képeknek az ideális 20 fokos hőmérsékletet és a megfelelő páratartalmat is biztosították. A trilógia már csak ezen a hétvégén látható a Déri Múzeum Munkácsi termében. A képeket hétfőn emelik le a falról, és speciális körülmények között teherautóval szállítják Pécsre. A képek egy hengerre kerülnek, tehát nem tudnak mozogni, rezegni, majd belekerülnek egy speciális ládába, és egy speciális autóba, amelyen állandó hőmérséklet és állandó páratartalom van, tehát végig megfelelő körülmények között tároljuk őket már az úton is. A szállítás több mint 20 millió forintba kerül, ezt a pécsiek finanszírozzák. Rácz Róbert, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke a mai sajtótájékoztatón azt mondta, a megye a trilógia kölcsönadásával járul hozzá a Pécsi Európa Kulturális Fővárosa rendelkezésére.
rendezvénysorozat sikeréhez. Kelet-Magyarországban látta sok tízezren, most szeretnék, hogyha Pécset a Európa Kulturális Fővárosa projekt keretén belül még többen láthatnák, hozzánk kötnék ezeket a képeket, és közösen lehetnék rájuk büszkék. A három Munkácsi festmény fél évig lesz Pécsen. A trilógia helyére szintén magyar festők alkotásai kerülnek. A tervek szerint Tán Mór Mohácsi csata című festménye és Székely Bertalan Zrínyi kirohanása című műve látható majd a Déri Múzeum Munkácsi termében. Pécsre érkezik a Munkácsi trilógia Debrecenből. A festményeket április 24-től lehet majd látni a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium a dísztermében. Köszöntöm a stúdióban Révész Máriát, a Kulturális Bizottság elnökét. Jó napot kívánok, én is köszöntöm önt és a nézőket is. Mikor derült ki, hogy mégiscsak jön a trilógia Pécsre? Hát én biztos voltam benne, attól kezdve, hogy dolgozom ezen az ügyen, biztos voltam benne, hogy jön a trilógia Pécsre. Csak hát ez egy olyan bonyolult ügy, ami nagyon sok szereplőnek az egyeztetését és bizonyos anyagi erőforrások megmozdítását is szükségessé tette. Mint ismeretes, nem minden kép a Déri Múzeum tulajdona, tulajdonképpen egy kép a Hamiltoni galériája és egy kép pedig Pák Imréje. Tehát az engedélyeket tőlük is be kellett szerezni, és hát egyéb előkészületeket is meg kellett tenni. Talán a sajtó, illetve a nézők is emlékeznek arra, hogy bemutattuk a termet, amely nem nagyon emlékeztet az eredeti állapotára, de nem kell megijedni, teljesen tökéletesen vissza lehet állítani majd a Nagy Lajos Gimnázium dísztermét, hiszen az ideglenes falrendszer, amely elkészült, az alkalmas arra, hogy a nagy méretű képeket tartsa, és a Déri Múzeum előírásai szerint készült el a Déri Múzeum által meghatározott színnel lefestve, hogy minél inkább emlékeztessen arra az eredeti helyszínre, amelyben pillanatnyilag látható. A Nagy Lajos Gimnázium dísztermébe lesz, ezt már mondtuk. Ön szerint mennyire alkalmas ez a helyszín arra, hogy ilyen nagyméretű képek ott legyenek? A legnagyobb probléma az volt az elején, hogy termet kellett keresnünk, és a városban kettő darab olyan belméretű terem van, amelyben elhelyezhetők lennének a képek. Egyik a Városházának a díszterme, másik pedig a Nagy Lajos Gimnáziumnak a díszterme. A Városháza díszterme sokkal több átalakítást igényelt volna, és a látogatás nehezen oldható meg, hiszen itt legalább 60 ezer látogatóra számítunk, akiknek folyamatosan a bejutását biztosítani kell, és hát a Városháza illetében ez nagyon nehezen fért volna bele. Szerencsére a Nagy Lajos Gimnázium termére tökéletesen alkalmas, és a látogatók fogadását is elkülönítette, meg lehet oldani, tehát nem kell az iskola épületébe bemenni a látogatóknak, és hát ezután szeretnék köszönetet mondani a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium a vezetőjének és magának a rendnek, hogy lehetővé teszi, hogy ezek a képek ott bemutathatók legyenek. Mi lesz a menete a festmények érkezésének? Éppen délután beszéltem a festmények restaurátorával, aki a legfontosabb felelőse a képek leszedésének és fölhelyezésének. Hétfőn kezdik leszedni Debrecenben, és azonnal csomagolják természetesen, és kedden 10:30 tájban érkezik a Nagy Lajos Gimnáziumhoz az első kép, azt hiszem az Ecce Homo, és talán még a Golgota is, és akkor az első képet fölrakják, visszamegy a teherautó, és két nap múlva hozza a következő képet a Krisztus Pilátus előtt. Meddig lesznek láthatóak itt a festmények? Novemberig lesznek láthatók, tehát fél évre kértük el a képeket, és én nagyon bízom abban, hogy a régió és hát elsősorban a város lakossága, de azt remélem, hogy a régió a Dunántúl hoz most egy kicsit közelebb van ez a lehetőség, és nagyon sokan fogják megtekinteni. Azt gondolom, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program sorozatnak ez egy kiemelt programja lesz, és nagy örömére fog szolgálni a pécsieknek is, és a minden látogatónak. Mindezeken kívül ön miért tartja fontosnak, hogy ilyen kaliberű festmények érkezzenek a városba, illetve várható-e még ebben az évben valamilyen esemény? Hát természetesen tele vagyunk eseménnyel, hála jó Istennek, minden napra esik jó pár program, már követni is nehezen tudjuk, vagy legalábbis egy-egy személy ellátogatni a programokon nehezen tudna mindenhova elmenni. Ez egy olyan különleges nemzeti és talán szakrális
hát tartalmat és hordozó festményegyüttes, szinte nemzeti zarándokhely Debrecenben, hiszen minden iskolai csoportot, aki arra kirándul, mindig elviszik. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a pécsi iskolák élni fognak a lehetőséggel, hogy itt van a kiállítás, és el fogják hozni a diákokat, hiszen itt a húsvéti eseményeknek a megvalósulását vagy láthatjuk, és nagyon drámai kifejezésmóddal azt hiszem, hogy, és hát Munkácsi pedig hát nemzeti festőnk, én azt gondolom, hogy ez a festménysorozat így együtt egy kiemelkedő alkotás sorozat, és nem is véletlen, hogy együtt szokták kiállítani, és hogy trilógiaként emlegetjük. Tehát ez az egyik része a dolognak, és még egyszer mondom, remélem, hogy nagyon sok iskolás láthatja majd. Természetesen más jellegű képzőművészeti kiállítások is lesznek, hiszen most nem beszélnek arról sok egyéb programról, és itt a Bauhaust említeném meg, hiszen Pécshez kötődő, és a világban egy olyan ismert irányzat, ami talán jobban köt, ez egy nemzeti karakterű kiállítás, az a kiállítás pedig, és a Bauhaushoz kapcsolódó programok pedig Európához, elsőbben a német nyelvterülethez, de Európa különböző részein nagyon sok Bauhaus alkotást lehet látni, tehát egy kicsit egyetemesebb és nyitottabb dolog, mint ez. Mindkettő nagyon értékes, és büszkék lehetünk, hogy egyik ide jön Pécsre, a másik pedig szinte Pécsről indulva, vagy legalábbis komoly pécsi gyökerekkel rendelkezik. Nem csak itt ebben az évben, tehát nem csak Európa kulturális fővárosa évében, hanem úgy egyébként ön mennyire van megelégedve Pécs képzőművészeti életével, mert ugye kultúráról beszélünk, kulturális fővárosról beszélünk, és ennek ugye egy elég nagy szegmens, egy elég nagy szelete a képzőművészet. A képzőművészet én azt gondolom egy kicsit nehéz ügy, mert bizonyos értelemben ízlés kérdése is, iskolázottság is kérdése is, talán életkor kérdése is. Éppen múlt héten voltam Turkuba, amely 2011-ben lesz Európa Kulturális Fővárosa, és a Közelítés Egyesület szervezésében egy kiállítást nyitottam meg, amely hát egészen mai modern alkotásokat tartalmazott. Én erre azt hiszem, hogy van fogadókészség a világban, és Pécsnek van egy olyan hát művész rétege, amelyiknek elfogadottsága is van a világban. Lehet, hogy nehezebb a menedzselést megoldani, de azt gondolom, hogy van mit megmutatni. Ez a kiállítás is azt mutatta, és hát ennek az egyesületnek a szervezésében más külföldi kiállítások is lesznek. Hogy a város képzőszeti élete milyen, ez nagyon nehéz lenne megítélni, és azt hiszem, hogy egy ilyen rövid interjúban nem is vagyok hivatott erről igazán beszélni, mert ez egy olyan érzékeny terület, és olyan sokféle szereplőt és sokféle irányzatot tud hát fölvonultatni. Én azt gondolom, hogy izgalmas. Ebben foglalnám össze, hogy izgalmas, talán megmutatja a mai alkotókat, egy kicsit konzervatívabb kiállítások is vannak. Sokféle anyag jelenik meg a Pécsi Galéria kiállításaiban, és akkor most visszakanyarodnék így a végén a Pécsi Galériához. Ennek a kiállításnak, a Munkácsi kiállításnak is a Pécsi Galéria szervezésében tudunk otthont adni. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük, hogy ide érkeznek majd a képek, és remélem, hogy nagyon sokan, nem csak iskolások, hanem mindenki megtekinti. Köszönöm szépen. Én is remélem. Köszönöm én is. Most pedig lássuk, mi minden történt még Európa kulturális fővárosában. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szerveznek ingyenes veszélyes hulladékgyűjtési akciót Pécsett. Most szombaton ismét lesz egy ilyen alkalom. A városban 4 helyen adható le a háztartásokban felgyűlt veszélyes hulladék, az elemek, akkumulátorok, festékek, a használt étolaj vagy éppen a fénycső, netán az autógumi. A 4 helyszín pedig a Budai Vám, a Dómusszal szemközti MÁV parkoló, a Pláza parkoló és a Veresendre úti parkoló.
délelőtt 9 és dél között. A gyűjtés 2006 óta újabb elemmel bővült, az e-hulladék gyűjtéssel. Ennek során térítésmentesen átveszik a régi tévéket, rádiókat, magnókat, számítógépeket, elektromos sütőket, hűtőszekrényeket, tehát minden feleslegessé vált háztartási berendezést. A távolsági buszközlekedésben is érezhetővé vált az M6-os autópálya átadása. Néhány napja óránkénti gyorsjáratot indított a volán a Budapest, M6, Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Szekszárd útvonalon, 2 óránként Pécsig meghosszabbítva. Emellett további express buszjáratokat állítottak forgalomba, melyek egészen Harkányig, Mohácsig, illetve Bajáig közlekednek tovább. Pécsváros közlekedését érinti jó hír, hogy jövő héttől a Bartók Béla út már a Barbakán felől is megközelíthető lesz. Ugyanakkor egy újabb lezárás is megnehezíti majd az autósok mindennapjait. A Váradi Antal utcát az Eötvös utcáig lezárják a jövő héttől, a tervek szerint 2 hétig. Emiatt a Jukai utca a Rákóczi utcától északra 2 irányúvá válik. Ott a parkolás ez idő alatt hát meglehetősen nehézkes lesz. Folytatódik a városban a közterület tisztítás. Jövő héten a Belváros utcáig kerülnek sorra. A munkát éjszaka végzik, és hogy eredményes és hatékony legyen, azt az ott élők a parkolási tilalmak betartásával tudják elősegíteni. Tavaly első alkalommal tartották meg a nagy sikerű családi tubes napot, amelynek célja az volt, hogy figyeljünk értékeinkre, védjük meg a tubest, amely Pécs része. A Mandulásban megtartott rendezvényen több száz pécsi család érezte jól magát egész nap. Ez szombaton is így lehet. Április 17-én ismét tubes napra várják mindazokat, akik hasznos és szórakoztató programokkal szeretnének eltölteni néhány órát a szabadban. A városvezetés kiemelten támogatja a tubes napot, erre saját keretében 2 millió forintot ajánlott fel Páva Zsolt, Pécs polgármestere. Gyermekszemtanúja is volt a csütörtök esti kertvárosi családi tragédiának. A súlyosan sérült nő 12 éves lánya is végignézte az eseményeket. Mint arról beszámoltunk, egy pécsi férfi tegnap felrobbantotta magát Kertvárosban, ám előtte 7-szer megszúrta élettársát. A szomszédok tudták, hogy a családban nagy a feszültség. Ebben a kertvárosi 10 emeletes házban robbantotta fel magát egy 56 éves férfi, miután többször is megszúrta élettársát. A lakók és a környéken élők megdöbbentek a történteken. Először azt hitték, hogy több autó ütközött össze a közeli kereszteződésben. Ez a hölgy azt kérte, ne mutassuk az arcát. Nagyon megijedtünk tegnap délután, mert borzalmas nagy robajlás hallatszott, utána meg szirénázás, és nagyon féltünk, mert a Femánál itt mindennaposak a balesetek. Gábor is ebben a házban lakik, jól ismerte a családot. Elvált anyuka, az Erika, és külön nevelte a lányát, és most volt neki ez a kapcsolata, de ebből pont, hogy ki akart lábalni ebből a kapcsolatból. Tudom, ma ment volna a nőgyógyászhoz, mert teres is. Csütörtök késő estig nyomszakértő, igazságügyi orvosszakértő és tűzszerész dolgozott a helyszínen. A nyomok, illetve a tanúvallomások alapján következtetnek arra a rendőrök, hogy veszekedés előzte meg a tragédiát. A férfi miután 7-szer megszúrta élettársát, ipari robbanószerrel robbantotta fel magát. A pontos anyag összetételét még vizsgálni kell, szakértői kérdés. Az azonban már biztos, hogy egy ipari felhasználású, főként bányászati tevékenység során használatos robbanószerről van szó. Vizsgálni kell most azt, hogy hogyan jutott hozzá a férfi ehhez a szerhez, hogyan került hozzá fontos része ez most a nyomozásnak. A történteket a megkéselt asszony 12 éves lánya is végignézte. Neki nem esett baja, őt az édesapja vette magához. Az édesanyja már jobban van. Elkészültek a Pécs-Abaliget kerékpárút földmunkái. Az 540 millió forintos beruházás révén Pécs és Orfű között egy közel 12 kilométeres út épül új nyomvonalon. Nyártól biztonságosan kerékpárral is meg lehet közelíteni Pécsről Orfűt, illetve Abaligetet. A kerékpárút kivitelezésének költségeit pályázati forrásból fedezik. A projekt gazdája az Orfűi Pécsi Tó KHT. Az önerőt Pécsváros és Orfű önkormányzata biztosította. A beruházás teljes költsége 540 millió forint, ebből a pályázati támogatás összege 450 millió forint. A földmunkákkal a kivitelező szinte teljesen elkészült, annak ellenére is, hogy a csapadékos téli időjárás hátráltatta a munkálatokat.
Itt azért a hatóságokkal meg kellett küzdeni, hogy a vegetációs idő elejére becsúszva a földmunkákat el tudtuk végezni, de most sinem van a dolog, nagy erőkkel építik a kerékpárutat, és hát a nyár folyamán remélem, hogy átadásra kerül. Pécs és Orfű között egy nagyjából 12 kilométeres kerékpárút épül teljesen új nyomvonalon. Október 4-e és 10-e között várja közönségét a második Színepécs Nemzetközi Filmfesztivál. Idén 128 filmet vetítenek, összesen több mint 15 órányi időtartamban. A filmeket a korábbi hagyományokhoz híven rangos nemzetközi zsűri bírálja el. Az EKF 45 millió forinttal támogatja a rendezvényt, a Nemzeti Kulturális Alap mintegy 2 millióval. A rendezvénysorozathoz tartozik a Színepécs 11. Nemzetközi Diákfilmfesztivál is, amelyet április 23-án és 24-én rendeznek. Lesz török filmhét is május 13-a és 19-e között, majd szeptemberben a németek mutatkoznak be alkotásaikkal. Ami teljesen új, az a török filmhét május 13-ától. A török filmhéten 12 törökországi producer és rendező érkezik ide Pécsre, hogy találkozzon a pécsi közönséggel, és nagyon komoly minőségi filmeket is hoznak Törökországból. Törökországban nagyon fejlett a filmgyártás, és nagyon népszerűek a filmek, nagy sztárok vannak. Hírműsorunk végén lássuk, milyen időjárásra számíthatunk térségünkben a következő napokban. Egyre több helyen szűnik meg a csapadék, szombaton pedig már a több órás napsütés csak kevés felhő zavarhatja, csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet 13-17 fok között valószínű. Vasárnap is derűsnek indul az idő, eleinte több órára kisüt a nap, de később megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen elered az eső, élénk lesz a szél, vasárnap napközben 15-20 fokig melegszik a levegő. Hétfőn újabb esőre van kilátás, többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, erős szél mellett pedig mindössze 8 és 13 fok valószínű. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. A város friss közéleti és sporthíreivel továbbra is rendszeresen várjuk Önöket a képernyők elé. Hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtekinthetik a www.pectv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!